Ez évben is a szokásos október végi időpontban került megrendezésre a 14. Aeroking Kupa a Burgundy repülőtéren. Ezt a versenyt az Aeroking ejtőernyős klub rendezi, az utóbbi években a Székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület támogatásával. A rendezvényen megemlékezünk a már az égi felszerelő vonalban álló ejtőernyős sporttársainkról. Szomorú aktualitás, hogy nemrégiben veszítettük el az ejtőernyős sport legendás alakját, az országban legtöbb ejtőernyős ugrást végrehajtó, mindig vidám és népszerű Gyurikát, Mészárovics Györgyöt. Ezúttal hiába várja gazdáját Gyurika hajtogató ponyváján pihenő ernyője, célba ugró cipője. A kölyök immár a nagy kékségből figyel minket. Bocs, ez mindent betesz. Mert régebben ugye ezt mutogatták, meg ezt mutogatták, most már így mutatnak, tehát hogy igen, így van. A negyedik Aeroking Kupa megnyitója alkalmából, és mindjárt az elején szeretném, hogyha egy egyperces néma fülhajtással emlékeznénk azokra a barátainkra, és klubtársainkra, és sporttársainkra, akik már nincsenek közöttünk, és ugye tudjuk azt, hogy Gyurika volt az, aki éppen a legközelebbi időpontban hagyott bennünket itt, és bízunk benne, hogy azért valamennyire velünk van. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy egy perces fülhajtással emlékezzünk rá. Köszönöm szépen, és nem akarok hosszú lenni, mert egy megnyitónak nem szabad hosszúnak lenni, az olimpián se. Én örülök annak, hogy elég sokan eljöttetek. Bízom benne, hogy sikerül egy magunkhoz képest színvonalas versenyt rendezni, és abban is bízom, hogy nagyon szép eredmények fognak születni. Úgyhogy én mindenkinek kívánom, hogy ott legyen a szivacs közepén. Úgyhogy én ezennel a versenyt megnyitom, és megkérem Annát, hogy a sorsolást azt indítsa el. Annyit szeretnék mondani, hogy 5 csapat van, 5 teljes csapat. A Dáviddal azt beszéltük meg, ő a pilóta, hogy 5 körönként tankol,
És a másik elképzelés, vagy a hati terv, ez még alakítható, hogyha másképp szeretnétek, hogy ma 5-öt leugranánk, az valószínű kényelmesen belefér, és holnapra maradna egy. Időjárás remélem. Mit gondoltok? Csak fogd a számot. 6-os, ja 9-es. De nem kell menni az elején. Hozzatok akkor az pajzsot és hordozzak le. Még ez 3-as ússzam. Ez még csak a sorsolás. Egyébként jó volt. Kicsit mehetsz lejjebb, hogyha tudsz.
Azt is láttam, hogy kisodródtál arra, ott már láttam, nem jött be. Azt is láttam, hogy Az 5 métert, meg a 8 métert is, tehát elég erős, de ezt is, azok érezték, akik föl voltak és ugrottak. Úgyhogy várunk, ne menjetek messzire, jól legyetek itt, legalább a csapatkapitányok meg kapcsolatot tartsatok. Ha javul az idő, akkor azonnal fogok szólni és folytatni. Sajnos a szél késő délutánra sem csökkent. Az első három felszállást a versenyzők és a bíróság érvénytelennek ítélték, így a tényleges versengés megkezdése másnap reggelre maradt. A hagyományoknak megfelelően a mindig kiváló gulyásról, a rendezők, pogácsáról és süteményekről a csapat hölgy tagjai gondoskodtak. Az egésznapos fagyoskodás után igencsak jól esett a társaságnak a forró gulyás, finom pogácsa és a palacsinta. És oda, tudjad, hogy jobbra vagy balra, hogy az neki fejjel? Nem olyan, mint a dinegér. A vacsorátokban, vagy a uzsonnátokban, nem tudom, igen, hogy holnap reggel, hogy haladjunk, fél nyolcba menne az első gép, jó? Tehát az lenne a kérésem, hogy mindenkivel 4-8 körül próbáljon meg. Aki itt van, annak ez nem annyira nagy volt, aki távolabból jön, az valószínűleg kiállítsa már be a munkáját. A másnapra előirányzott 7:30-as kezdés nem meglepő módon túlságosan optimistának bizonyult. A szokatlanul hideg éjszaka után a bíróság a szivacs jégtelenítésével és szárításával kezdte a napot. Az előjelek szerint egy csodás, nyugodt őszi napra számíthattunk. Hogy? Most előről kezdve meg az első csapat. Igen. A tegnapi érvénytelen volt a tegnapi.
Nem igaz. Az a igazi Pesti magány. Nem, hát azt nem láttam én még személyesen. Ott van, hogy több. Sosák Imre, 0-16-os. Varga Zoltán, 0-6-os. Még ez kellett volna a Rolf kupán, vagy a mi az Istenen, a Matasz kupán. Na, jó kör volt. 9-10. Ott csinálok még egyet, látjátok, érdemes volt. Ja, bajnok, csak patlis. Igen, álljunk össze. Mi a 3-0? 2-0 egy egyes. Nem, volt egy 8 centi. Az igen, azért van. Egy kín. Hát ez ne alatta van a...
képet. Talán lement egy sor. Szerintem is. Ez a kő, ez a sorra. A szélcsendben meg ugye csak lendül előre valamennyit. Az a számos. Aha. Pali. Azt a kurva ballában! Lamarról 0-8-as! Lejjön! Beszéljétek meg, hogy merre toljátok! A lovak közé csapni. Hát dobta a lábát, nézd már! 0-16. Adjuk meg neki! Igen, elbaszott ugyanest. Hát csak azon, hogy túl jó az idő. Kicsit ahogy mutattam. Ahogy mutattad, le is másoltam a hülyességet. Rajt, hogy eszélben, hogy jobb Fogjad! Tassák Imre, 0-13. Te vagy a legjobb benne. Megküzdött érte? Kicsit te is robogsz.
Varga Egon. Varga Zoltán Egon érte. Varga Zoltán 006-os. Ezt a hatot, ezt ez tudja. A hatot nagyon tudja. Ez nem véletlen. Kedvenc a hat. Közelebb megmerélik, így oldalról néztem. Írjáról 07-es. Pedig én úgy látom, hogy különlegesen tudtál jönni. Mondom, talán különleges tudod mi helyezni. Szóval ez Csaba, 0
6-os. Csaba, 0-15-ös. Ott a falu végére. Let's go! Na végre! Let's go, György! A fenébe is! 0-0-2! Leskó uram! Hát így kellett volna kezdeni. Tegnap. Ugye csak, majd vártam, hogy lefújják megint, tudod? Ja! Hogy majd újra kezdünk. Kezdik. De hát nem. Ja, hogy edzőtáborba jöttél, csak később derült ki, hogy tulajdonképpen verseny van. Ez zenit még mi? Tasár Géza. Tasár Imre, 0-16-os. De én úgy láttam, hogy a sarkad az ott volt. Hát megrögtál a oldalról. Már akkor beírom, hogy vezetett 16 cent. Nem jelzett ki semmit. Kali, beírom, hogy vezetett 16 cent. Vezetett 16 cent. Az volt a gond, hogy valaki 16 centivel mellé rakta a deszket. Különben nullát lép simán. Kicsit a jó, vadás. Na meg is jött a szél neki, látod? Ajj, de látod, Varga Zoltán,
0-0-9. Pedig olyan szép. Szép volt, csak a lábadat, a közepére is tehetted volna. Igen. Na nem baj. Itt van egy kis célzó víz. Ego, jutalom feladták. Mennyire? 15. Ide, az látszik, hogy olyan szép, lassan. Hát utána kísérte a csapattársait. Csorsza László, 0-16-os. Kis a lebegtet, bassza meg. Na, erről van szó. Horváth László, Horváth Ferenc. Ki a nevét nem tudja? Bicikliben. A bicikli. Majd még a végén kitől, hogy Bélának hívják, csak nem meri mondani. Horváth Béla. Figyelj. Geti Áron. Nyíri Áron, 0-10-es. Mi van veled? Ott a célra. 0-16-os. Mire fogta volt? Tök szép. Lamarról 0-0-4-es.
Ez az én időm, a szaridő, tudod? A jó időben én nem tudok sem. Hát de kellett, nem? Kézbe volt. Engedj ki. Rosszág 3-16. Harasztál mások, nem egészséges. Irány. Jön Egon. Varga, Zoltán, Gula, Gula, 5-ös. Gumi. Gumival jobb. Jönnek gumi. Azt mondja, gumival jobb. Miért ül a bíró, be van zabálva? Gumi. Centire. Ha lehet, hogy van a Igevszki. Nagyon jöttél. Ott már valami más lehet, valami bőrsített, tényleg valami bőrsített. Nem azt mondja, hogy szedtek. Hoppá, megvan! Oh! Horváth Ferenc Kaptak, Péter. Béla. Horváth Iván. 0-0-0. Majd hozzá.
Járon 0-0-3. Nem csak kezdődött. Bekapatják. Oké. Okay. Veled együtt. Oké. Okay. Hello. Szia. Szia. Juhu! Oh. Csaba 0-0-1. Első Krajcsi. Pál Krajcsi, Magyarország. Pali! 0-0-1. Lamáról 0-0-6. Hát ez a kevés ugrás, lábhelyezés tudás hiánya. Tibor 0-0-1. Nándor 0-0-0. Itt vagyunk, Fanni. Következő, ugye azt kértük, hogy a negyedik körben összejövünk, és megdomáljuk, hogy mi legyen. 4-3 van. Annyi a műsorváltozás, hogy mostantól nem a Bodza menne, hanem a sokkal erősebb Diesel Cessna. Magyarul várható, hogy egy óra alatt megcsinálnánk az ötödik sorozatot. Csak rajtatok áll, hogy csináljuk-e. Ha megvan az ötödik sorozat, akkor még utána bőven van idő, hogy itt kint megcsináljuk minden kupi nélkül az eredményhirdetést, és az ötödik után mehet a fánugrás, aki még azt ígéri. Hova valaki akar? Jó, tehát lesz, annak semmi akadálya. Hogy van-e így kedvetek, csináljuk az ötödik sorozatot? Persze. Nagyon összekenitek magatokat ezzel. Ez dízel? Igen. Deep.
Rohadt életben is. Hát, ezt tudja az ernyőn, látod? Igen, ez benne volt az ernyődben. Eddig kutattam, hogy hol van, de most megleltem. Kárért, na hát most dobálhatunk kifelé. Nézz föl! Leskó nagymester. Magyarország. Négy. Passz meg. Ötös. Passz meg. Öt centi. És nem mögé, elé, mellé. Pedig a négy az jó sapcolás volt. Hát az. Tassák Imre érkezik. Csaba, a kiugró pont meghatározása tökéletes volt. Tassák Imre, 15. 0-15-ös. Kábolc. Megvan a mester. Nagyon komótosan, szélatűen. Nagyon szépen csinálja. Megvan hozzá az artikuláció. Lecsapta a lábát, látod? 0-3-as. Lecsapta a lábát. De hát figyelj, mind teljesen mindegy. Nem, hát egyszerű. Figyelj, most tudom. Orosz Béla. Igen. Orosz Béla, 0-0-3-as. Gyere Béla, gyere, jön a Sanyika. Ez nagyon egyértelmű volt. Kolázi Sándor, 0-0-4-es. Kell ezért kimenni a körből. Igen. Ne valandozz. Hajcsi Pál. 0-0-5-ös. Mert ezt meg lehet tudni. Na, innen kezdve nincs miről beszélni. 8-as. Nem kezdtem. Kiminek meg 4 centin belül kell ugrani, esetleg. Igen, ő nyert. Éri Tibor, 0-0-2. Hát az. Ő nyert. Szót Nándor, 0-0-2-es. Mint szám. Az
az kerül előbbre, hogyha ilyen. Hallottam, Oszkár, Fiera, Ferdinand, 19 bal, harmadik bal. Na most utána kinek van egy centie? A nulla után? Igen, igen, a legjobb eredmény. Ja, olyan nincs, hogy van. Sorban. Neked is van egy centi, nincsen is. Monikának 3 centi, meg egy 4 centi. Neked meg van egy, tehát te vagy a második. Így van. Hát nem győződtem. Jó, hát egyformán. Gratulálok. Na, igyekezz, hajtogass, az izé, fölmegyünk 600-on. Döntsétek el ugyással, figyelj! Két lökkentő. Nem, webtérkő. Nincs. Bécsi nyerte egyet. Kor, eredményhirdetés lesz itt a diagrámkor. Hogy várom egy 5-kor, jó? De mindenkinek a 3-4-4. 3-4-5-kor. A kupák, ahol föl vannak állítva, ott lesz eredményhirdetés, jó? Amikor Kaszár Honvéd kupán mentünk a helikopterhez fölszerelve, és rám ne azt mondja, Sanyika, megérte még azt az itt, amennyinek kinézel? És tényleg, és megérte! Megérte, és megérte! Harmadik helyen az Aeroclub csapata nézett. Második helyen az SAE SE csapata. És első helyen végzett a Albatrosz Teljesen kitakarod. Harmadik helyezett Réházi Sándor. 13 cm. 8 Béla. Hazai pálya. Mindig jó a cicagatyát. Irigy kezd, mi? Kéri Tibor.
Na most akkor várjatok, most akkor ez úgy néz ki, hogy hátrányban vagytok, mert a kupát is fognotok kell, de első helyzetként Tibor jogosult arra, hogy bármit az asztalról el magáévá kell. Jó. Hatodik, Krajcsi Pál. De ez csak az újság miatt hoztam. Köszönöm. Térdelő rajtba mind a két ember jöhet, Csorsza László és Pap János. Gyertek, nektek is jár ebből valami. És újra kéri Tibor. Kéri Tibor, Móroc Béla, Preáli Sándor. Sanyika. Bás. Sanyi az asztal. Még egy valaki. Az asztalt azt a Pula Józsitól kell kérni, azt nem tudom odaadni. Visszük Szegedre. Szeretném megköszönni mindenkinek a... Még egyszer a nemes versenyzést. És remélem, hogy veletek jövőre ugyanígy jövőre is ezt a versenyt meg tudjuk rendezni, és bízom benne, hogy nem egy nap jó időnk lesz, hanem kettő nap. És köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Ott van hátul egy szék. Várjatok. Szeretnélek megkérni benneteket még egy utolsó segítségre, hogy ugyan köszöntsük meg a Balást. Innen Szűzen el ne menjen. Hát ez a Józsi dolga lenne, mint házigazda. Akkor köszönöm. Ajaj. Remélem, jövőre még jobb körülmények között, megint egy kicsit tudtunk fejlődni, remélem jövőre még jobb körülmények között tudunk rendezni. Azt mondta a Panna, hogy lehet, hogy kettőt rendezünk jövőre, két erokinget, egyet tavasszal, ezzel egyet kezdünk. Jó? És akkor tényleg a kedves barátunkat, Barkóczi Balázs szeretnénk fölköszönteni 500. ugrása alkalmából, és autentikusan jó kifenekelni, ha találunk itt egy szűzlányt, akinek itt belehajol az övébe. Szerintem csak, mert újra kezd. Kéri Tibor! Nem tudom mondani, Kéri Tibor! Morosz Béla! Várj, nem mondjuk, hogy 500-ra még nem jön, mint agyon ember. Köszi! Nem mondom. Azt mondja, hogy Horváth Fecó. Kis Moriga! Fecó! Pula Józsi! Fecó, gyere! Köszi! Remélyük! Különböző!